fogadják szeretettel egykori iskolába a Kölcsei Ferenc gimnázium diákjait, akik az 5. szint adén fogják előadni felkészítő tanárok, Gimesi Katalin és Laki János. Fogadják őket szeretettel! Yeah.
korszalál, elég hozzánk nem sokára. Unalmas átjáték, doktor, nem lesz itt van a végső határa. Ilyen vezérünk, könyörülj nagy ember. Mi érkeztek át, amiért könyörülök? És a gyöngyétől mit kérhet az erős? De ő nem jön elég, hát csak nem érte bántalom. Ó, miért jelni? Miért is jött, ha nőt sem bírozni jött öde? Mi ez? Nem értem. A nép esdekel, nő mához. És a mell vérzik hazám. De jobban vérzik a honés színe. Vagy miért jövél volt hadseregnek élén? Nem illetél a kombati kísérlet? Eljöttem. Mert a sűrösebb nem enged továbbra is tisztelnek megfelelni. Eljöttem. A küldőinek kezébe a fenséges névnek kezébe téve hatalmamat beszámolni. Én elbocsátlak bajnoktársaim. Kiérdemeltétek a háztatokban. Ó, miért jelent? Hol van boldogabb nő, mint a tenőd, neves, nagy férfi? Nem volt igazam, hogy árulok, hogy az ellenség megvette. Tettet és sokasem, nem kíván ellene csatázni. Halál, Léa! Bizony az odaki! Mirt Jálix, rettentő beszéde. Árulónak mond újra a tömeg. Nevetséges vár, engem, árulónak, ki maratonnál győzte. Gonosz illább az melyet. Mit késnek őt elfogni? Mirt Jálix, ez tettében biztos vagy meg, ne aggódj. Miért is osztották szét a hadat, de bűbarlangot miért nem kültattad fel? Látszik érdemel a csőcserék, mely érzik, hogy te születtél uraul, míg nemesebb vagyunk ők összevéve. És megölt, hogy lábakhoz ne essék. Halljátok, egy áruló nejemiként beszél! Az a nőnek joga, hogy férjét védje még, ha bűnös is. Hát én olyan tiszta tudja, ellensége olyan korcs, miként ti. Miért hagyja a fenséges nép magát így becsmérelni? Hát, ha igazat mond, ki méltat, gyanús! Kiáltsatok, lony lelkek, vagy dögöljetek meg éhen! Előre keverről, csak én vagyok. Hogy miért is éljek, midőn látom időre a szabadság, melyért egy évben küzdődik. Mit tétováztok még? Halál, Léa! Egy álban éppen meg nem átkozok. Az nem hibás. Annak természet, hogy a nyomor szolgálva végezze, és a szolgaság béregző eszközévé is vigyezze néhány dőfös párt. Csak egyedül én voltam a bolond, hívén, hogy ilyen népnek kell szabadj. Elmondtad a sírvását önmagadra, s hozzád indult sok nagy sírólomra. Vezessetek le, nem veszem igénybe tovább veszem. Én készen vagyok. Védjed magad, még nincsen veszve semmi. Nagyon gyötrenne a sebb, hogyha szólnék védelme. Ez meg, hiszen a nép csak az imént korban csúszott előtted. Na én azért minden haszontalan. Ön szégyenét meg nem bocsátja. Ki húzanottál le hát? Ó, nagyon. Beláttad én, hogy a boldog tömegnek nemes ura voltál. Én tőnek. Lehet. De mind a kettő kártyát. Más név alatt a végre. Ugyanaz. Hiúd törekvés azzal küzdett. Vezess új útra, Lucifer, vezess! És kacagva nézze más erény, más kényel. Élve kettőben. De megnő. Aki úgy rémlik szívemnek egykor, rúgos varázsoltál nekem a sivatagban. Valóban. Vértán mondjul a lány, ki festett arccal a bordéban ülne. Bortól felgeni, egy csópány volt. Örülj, rulás, szabad meg. Vérpadra mostan büntetésem ül. Nem itt hajjas bírtam volna tenni, de mert nagy ezt felelkes. Végjött ki! Halál fejére! Ilyen haza! Szép búcsú, nem meg? Nos, vitéz uram, nem borzongat most egy kissé. A rossz képű halál ideg szeret. Ó, hallasz, meg nem hallgatál imád. Jó ábrát, világ! Megint elmondtál legszebb percemet!